Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Ez a szervezet, ez 93-ban jött létre. Ugye az én alapításomban annak idején, azóta 4 piacvezetői pozíciót sikerült elérni a vezetésem által, és amit most csinálunk, érdekes módon abban is piacvezetők vagyunk, de ez teljesen más, sőt mondhatjuk azt, hogy szöges ellentétes annak, amiben előtte voltunk piacvezetők, ugyanis előtte 3 pénzügyi területen voltunk piacvezetők, és amiben most piacvezetők vagyunk, az nem pénzügyi terület, hanem szellemi terület. Tehát mi vagyunk Magyarország ezen a területén, amit végzünk képzéseket, legnagyobb coach-képző intézménye. És hát mi az, hogy coach? Ezt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító, de igazából a coachok, megmondom őszintén, azért lesznek coachok, mert hát olyan óránként 3000-től 35000 forintig lévő óradíjjal dolgoznak, de mi nem ezért csináljuk, teljesen más indítatásból. Én egyébként 93-ban kezdtem érdeklődést mutatni a szellemi dolgok irányába, bár ugye még elég sokáig pénzügyi területtel foglalkoztunk kizárólag, egészen 2007-ig, de a szellemiség mindig is érdekelt gyerekkoromtól kezdve, és hát ezt a területet, amit ugye én szellemiségnek hívom, vannak akik azt gondolják, hogyha arról beszélünk, hogy szellemiség, akkor szellemekről van szó. És akkor mit tudom, én már hallottam ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy szellemiséggel foglalkozik, és mondta a másik, és lát szellemeket. Szóval keresik, vagy keverik a szezont a fazonnal, ugye a szellemiség azt jelenti, hogy szellemi fejlődés. Tehát jó szellemiséggel rendelkező illető, a szellemi fejlődés útján elindult illetőről van szó. És nézzük meg, hogy ez az egész, ugye miért, hogy merre, meddig, miért is fontos lenne az, hogy az ember mondjuk szellemiséggel foglalkozzon. Ezen most átlépünk, ezeken a kérdéseken. Na nézzük meg, hogy mit csinálunk, jó? Én magamról egy-két gondolat, mielőtt ezt a gondolatról beszélnék. Én nem is tudom, mit akartam magamról mondani most. Mindegy, akkor haladjuk. Na nézzük meg, mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, tehát nem elég a tudás, gyakorlási lehetőségre is szükség van, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve a megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Igen, azt akartam mondani magamról, hogy 93-ban kezdtem el tanítani embereket, 87 óta foglalkozok emberekkel, hát azt megnézik ugye 32 éve, és 93 óta több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen. És hát ugye az első sorban, ami volt 93-tól 2010-ig, az vezetőképzés volt, tehát vezetőket képeztem, és 2010-től már nem vezetőket képzek elsősorban, másodsorban képzek vezetőket, csak nem elsősorban, hanem elsősorban embereket képzek, akik nyitottak a szellemi fejlődésre. Tehát ezáltal ugye hát ez a terület, amivel most foglalkozunk, ez hát sokkal-sokkal
emberközpontúbb, mint eddig bármivel foglalkoztam életem során. Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható, ahhoz, hogy ezt az ember meg tudja valósítani. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel, és csak itt van lehetőség arra, hogy például valaki helyrehozhatja a saját életét, helyrehozhatja mások életét, és bejuthat az aranykorba. Hát mindjárt beszélek arról, mi is az, hogy aranykor. Na nézzük meg, hogy mit csinálunk. Azt csináljuk, és azért csináljuk, mert ugye elég olyan világban élünk, ahol tudatlanság van, és a tudatlansághoz hozzáadják a vallást, akkor lesz belőle egy terrorizmus. Ha a tudatlansághoz hozzárakják a hatalmat, akkor lesz belőle egy zsarnokság. Tehát megnézzük a zsarnokokat, az ugye nagy hatalomban lévő emberek és tudatlanok. Megnézzük a terrorizmust, ugye olyan emberek, akik tudatlanok megint csak, és bigott vallásosok. Akkor nézzük meg, hogyha a szabadsághoz hozzárakják a tudatlansághoz, illetve úgy van szabadság, hogy tudatlanság van, na akkor jön létre a káosz. Ha úgy van pénz, hogy szintén tudatlanság van, akkor van korrupció. És ha úgy van szegénység, hogy tudatlanság van, akkor van a bűnözés. És ha megnézzük, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Tehát, hogyha ezt megnézitek, a világban ez jelen van. Vannak vallások, ami terrorizmust eredményez, van hatalom, ami zsarnokságot eredményez, van szabadság, ami káoszt eredményez, van pénz, ami korrupciót eredményez, és van szegénység, ami bűnözést eredményez. Tehát egy ilyen bolygón élünk, ahol ezek jelen vannak. És ez azért van jelen, mert tudatlanság van az emberiség számára. Miért van tudatlanság? Tehát milyen tudatlanság? Most nem műszaki jellegű tudatlanságról beszélünk, hanem ember és élet ismerettel kapcsolatos tudatlanság. Tehát az emberek nem tudnak bánni önmagukkal, nem tudnak bánni másokkal, nem tudnak bánni a párjukkal, szüleikkel, gyerekeikkel, a munkájukkal, a pénzzel, nem tudnak bánni a környezetükkel, nem tudnak bánni a teremtőjükkel, nem tudnak bánni a hatóságokkal, tehát az emberek sajnos nem tanulták ezeket a szülőktől, mert ők se tanulták, nem tanulták az iskolában, mert ott direkt nem tanítják. Mert miért? Hát nagyon egyszerű, mert ugye itt, ha megnézzük, terrorizmus, zsarnokság, káosz, korrupció, bűnözés, ez jelen van a világban, és gyakorlatilag zavarosban könnyebb halászni egyeseknek. Jó, tehát hogyha nem lenne tudatlanság itt a bolygón, akkor hát egész más minőségű életet élnének az emberek. Tehát azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze. És a gonoszság gyökere. Azért csináljuk, hogy az emberek képessé váljanak, tehát hogyha egy ember képes bánni ezekkel a területekkel, tehát képes arra, hogy jól kezelje minden élethelyzetét, képes arra, hogy megelőzze a problémáit, képes arra, hogy megoldja a problémáit, képes arra akár, hogy segítsen másoknak abban, hogy megoldják a problémáikat, illetve megelőzzék a problémáikat. Képes arra, hogy a célokat megvalósítson, képes arra, hogy szellemileg fejlődjön, akkor képessé válik arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Ugyanis a Földön belátható időn belül aranykort kell létrehozni. Miért? Ha nem jön létre az aranykor, akkor az egész bolygó lakossággal együtt törölve lesz. De nem úgy, mint eddig. Ugyanis ez a hetedik emberiség, hat emberiséget úgy töröltek, hogy vagy tűzözön volt, vagy vízözön volt, vagy valami más, mindegy.
ezt az utolsó emberiséget úgy törlik, ha nem lesz aranykor, hogy bolygóstúl törlik. Mert már van ehelyett a bolygó helyett egy másik bolygó, kint a periféria szélén, az univerzum szélén. Ami azt jelenti, hogy oda lesznek deportálva azok az emberek, akik nem képesek arra, hogy lelki fejlődésen keresztül menjenek. Honnan tudom ezeket? Hát most már elég régen, elég jó kapcsolatom van olyan szellemlénnyel, fenti szellemlénnyel, aki súg nekem avval kapcsolatban, hogy mi várható. Vagy például az élet és az ember működésével kapcsolatban bármi kérdést fölteszek, akkor mondjuk 3 másodpercen belül megadják a választ. Olyan témában is, amiről még esetleg soha nem is hallottam. Tehát olyan információkkal látnak el, tehát úgy indult ez az egész, hogy volt egy álmom ezelőtt 10-valahány évvel, hogy ennek a szervezetnek, az én vezetésemmel, mert akkor is az én vezetésemben volt, ennek a szervezetnek kell létrehozni azt a tudást és azokat a képességeket, ami által az emberek képesekké válnak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, hogy aranykor lehessen a bolygón. De hát akkor még ugye, hát még nem ezzel foglalkoztunk ezzel a dologgal, úgyhogy de hát lehet, hogy nem is 10-valahány évvel ezelőtt volt, de mindegy, elkezdtük ezt csinálni, lényeg az, és tehát itt van egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Tehát 2010 óta az emberek, akik itt tanulnak, tehát mondom még egyszer, az ilyen jellegű szervezet, ahol egy közösségről beszélhetünk, ez ma Magyarországon a legnagyobb. És nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember működésével, amire mondjuk pár percen belül ne tudtam volna választani. De nem úgy, hogy tudom én, le kellett emelni egy könyvet a polcról, hanem úgy, hogy megküldték a választ. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért, hogy aranykor lehessen. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy miért születtél ide le? Miért vagy itt a bolygón? Hát nem azért, mert anyukád meg apukád összedugta, amilyen volt. Oké? Na most, ha ez így lett volna, hogy azért születtél le ide, mert anyukád meg apukád összedugta, akkor ugyan már meséld el nekem, akkor miért abban a családban születtél, amiben születtél? Ezt vállaltam. Hát, ami azt jelenti, hogy előtte már voltál, léteztél. Ami azt jelenti, hogy volt előző életed is, és volt előző élet és leszületés közötti időszakod is, ahol ki lett választva az, hogy te hova születsz. Ami azt jelenti, hogy te bevállaltál ebbe az életedben azt, hogy milyen szülőkhöz születsz, bevállaltad azt, hogy milyen küldetést fogsz véghez vinni, oké? Sőt, azt is, hogy milyen élethelyzeteket fogsz megélni. Azt is bevállaltál. Mindent előre. Na most, ez azt jelenti, hogy minden ember így született le. Tehát minden ember. Csak ugye, mivel leszületés előtt kitörölték a léleknek a tudatát, mert ugye nem a test született újra, hát ugye ezt nem gondolja senki komolyan, hogy a test születne újra, de a lélek az halhatatlan, tehát a lélek születik újra, és mielőtt leszületett, ugye törölték a tudatát a lelkünknek, leszülettünk tiszta tudatta, és hát sok mindent elfelejtettünk, például azt is, hogy mit vállaltuk be. Tehát, hogy ki mit vállalt be. Na most az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 100 évben, akármilyen hihetetlen,
amit most mondok, az emberek többsége azért született le, hogy létrehozza az aranykort. Na ehhez képest hol tartunk az aranykorhoz? És akkor azt mondták, hogy az utolsó határidő az 2012. december 22-e. Aztán akkor volt a korszak vége, ami lett volna egy világvége is, de mivel sok jó ember van a bolygón, ezért nem lett világvége. És azt mondták, hogy jó, akkor még toljuk kicsit kijebb. És akkor azt mondták, hogy 2035. december 1-e. Tehát addigra meg kell lenni az aranykornak. Ez azt jelenti, hogy 320 millió olyan emberre van szükség, aki képes tudást átadni másoknak. Tehát tudást átadni másoknak. Ezt meg lehet csinálni, simán meg lehet csinálni. És mi lesz azokkal, akik erre nem hajlandók? Hát meg kell majd nézni, nézz körül a saját környezetedben. Egyre többen halnak meg úgy, fiatal, viszonylag fiatalon, tehát nem idősekről beszélek, tehát középkorú és akár fiatalabb emberek, hogy hirtelen, hogy meghalnak. Tehát hirtelen. Tehát gyakorlatilag kivonják őket a forgalomba. Tehát most a negyedik, ötödik dimenziós szellemlényeknek valakinek a szívét megállítani, ezt tudod meddig tart? Semeddig. Oké? Na most másik dolog, hogy az idősebbeket meghagyják szenvedni. Azok meg szenvednek. Tehát ugye aki még elmegy, az még beszülethet egy olyan családba, amely bevállalja azt, hogy ő be akar kerülni az aranykorba. De miért vállaljuk be? Tehát jó, ha tudod, hogy a lelked az egy több millió vagy több milliárd éves. És nem azért lett teremtve, hogy ezen a bolygón nyüglődj. Márpedig megnézed, a legtöbb ember nyüglődik ezen a bolygón. És fogja és bekerül egy ilyen karmikus újraszületési mókuskerékbe, ahol arról szól az évezredei az illetőnek, hogy meghal, van egy létközi állapot, majd egy újraszületés, majd megint meghal, majd megint van egy létközi állapot, majd megint egy újraszületés, és ebbe a körforgásba van benne már évezredeken keresztül, de nem a többség érdekes mód. A bolygón nem a többség van benne ebbe a karmikus körforgásba, illetve hát most már sokan bekerültek ebbe a karmikus körforgásba az elmúlt 100 évben, de a többség még így is nem abban van benne. Hanem ugye valaki leszületett, bevállalt dolgokat leszületése előtt, és azt is bevállaltad, amit én tudok, hogy ez így van, hogy vezetnek az életedben. Érted? Na most valakit vezetni akkor lehet, ha hagyja. Ha valaki nem hagyja, hogy vezessék, akkor ezt nem lehet vezetni. Mivel szabad akarat van, ezért sokan nem hagyják, hogy vezessék. Ki? Fentiek. Sőt, olyanok is vannak, hogy már a lentiek vezetik. Nem a fentiek. A lentiek. Nem pokorról beszélek. Tehát a bolygón, nem bolygón, a bolygóban vannak olyan lények, akik rajtunk keresztül, embereken keresztül akarják megszerezni a bolygót. Ezt ha nem tudod, akkor ennek akár utána is nézhetsz egyébként, mert elég sok információ van fenn ebben a kapcsolatban az interneten. Én ezt nem kaptam információként az internetről, hanem kaptam információként fentről, és utána találkoztam ilyen írásokkal, meg anyagokkal a neten, és nem kis számba. Arra jó volt, hogy utána
hitelesített a dolog. Tehát lényeg az, hogy nem véletlenül beszélnek ugye mennyekről, és ugye érdekes ez a szó, ez a mennyek, mert ez kétértelmű, nem? Az is mennyek, mikor megyek, az is mennyek, felszólító mód, ugye a mennyek, és az is mennyek, ami odafönt van. Na most egy lélek hova született? Ugye egy lélek oda született, tehát most születésről beszélek, hogy a teremtő a saját lelkét megosztotta. Tehát megosztotta, és ennek a megosztó osztódásnak, idézőjelben osztódásnak, a következményei a mi lelkünk, mindnyájunknak. Tehát a lelkünk az azt jelenti, hogy közelebbi rokonságban van egymással, mint mondjuk egy ikerpár. Mert az ikerpárnál ugye két lényből jött létre az a személy, mi meg egy lényből jöttünk létre. Érted? Tehát még közelebbi rokonság, mint mondjuk mondom az ikrek. Na most miért hozta létre? Miért osztotta meg magát a teremtő? Ugye azért osztotta meg, hogy teremtsünk. Tehát, hogy neki ne egyedül kelljen teremteni, hanem az osztódása révén legyenek hasonló lények, mint ő, akik képesek a teremtésre. Ugye a földi ember számára a teremtés az elsősorban anyagi eredetű. A teremtés elsősorban nem anyagi eredetű, ezt csak úgy mondanám, hanem elsősorban szellemi eredetű, és másodszorban anyag, ugyanis addig nem volt anyag az univerzumban, ameddig nem teremtették meg a szellemlények az anyagot. Tehát például itt van a bolygónk, az nem a jó Isten, tehát nem a teremtő Isten, nem az első számú teremtő Isten teremtette, hanem egy teremtménye teremtette, méghozzá nőnemű mi voltban lévő teremtmény, ezért anyaföldnek nevezzük, és nem apaföldnek. Tehát ami azt jelenti, hogy a bolygó, a világegyetemben a teremtés nagy részét, az anyag teremtésének nagy részét, azt nem az első számú teremtő Atya Isten teremtette. Hát bolond lett volna. Hát most gondolj bele. Hát ha most egy csöpp esze van egy, mondjuk egy embernek, akkor ha valami nagy dolgot akar létrehozni, akkor nem egyedül fog kizárólag csinálni mindent, nem? Ugye nem gondolja senki azt, hogy a jó Istennek nincs ennyi esze. És ő mindent egyedül akart létrehozni ebbe az univerzumba. Tehát létrehozta a lelkeket, hogy teremtsenek. Oké? És természetesen egy lélek az képes arra, hogy teremtsem szellemi dolgokat és anyagi természetű dolgokat. Tehát most gondolj bele, egy magas szinten lévő lélek képes arra, hogy anyagot teremtsen. Tehát ezt a bolygót létrehozta egy teremtő asszony a csapatával. Teremtő nő, inkább úgy mondanám, a csapatával. Tehát nem egyedül, mert bolond lett volna ő is egyedül létrehozni, a csapatával csinálta meg. Na most, de ő volt a főnök. Na most, gondold végig, hát közösen bármit létrehozni sokkal könnyebb, mint egyedül. Hát ezt ugye fölismerte a teremtő Isten is, nem most, hanem számszakilag kifejezhetetlen évvel ezelőtt. Tehát nincs olyan számunk, amivel ki lehetne fejezni, hogy ez mikor történt. Majd egy idő után elkezdett lelkeket teremteni, és végül is
megteremtődtek a lelkek a világegyetembe, és másfél millió éve nincs lélekteremtés. Ami annyit jelent, hogy mindenki a világegyetemben, aki nem ahhoz tartozik, ahhoz a idézőjelben lélektársadalomhoz tartozik, amely a teremtővel együtt teremt, már pedig sok olyan társadalom van, lélektársadalom van a világegyetemben, amelyik elszakadt a teremtő Isten irányításától, közvetlen irányításától. És az elmúlt másfél millió évben meg akarják szerezni a lelkeket. És nyilván melyiket a legegyszerűbb megszerezni? A tudatlan lelket. Mert egy tudatlan lélekkel el lehet hitetni dolgokat. Egy olyan lélekkel, amelyiknek magas szintű tudása van, ezt nem lehet átverni, mert tudja, hogy az, amit mondanak neki, vagy amire manipulálják, az nem úgy van. Világos ez? Minél tudatlanabb egy lélek, annál könnyebb elcsábítani, rosszra csábítani. Ezért a bolygón megnézzük, minden rossz, ami ezen a bolygón van, a tudatlanságból fakad. Minden. Mert azok a lények, akiket most úgy hívunk, hogy emberek, és ezekben a lényekben benne van a lélek, ha az a lélek rendelkezne tudással, és nem törölt tudással született volna, sőt, az illető hallgatna a saját lelkére, akkor sokkal kevesebb ártó tett lenne a bolygón. Mert lehet olyat, hogy hibázik egy értelmes ember. Olyan lehet. De ha ismernék az emberek az élet törvényeit, az ember működésének a törvényeit, akkor max hibázni tudna, és szándékos ártó tettet soha nem követne el. Most mondok példát. Tehát tudják emberek például azt, hogy vannak olyan dolgok, ami nem jó az embernek. Tehát például nem jó az, most nem is a kábítószerről beszélek, mondjuk egy enyhébb eset, tudják jól azt, hogy nem jó az embernek a dohányzás. Mert károsítja a testet. Tehát egy egyszerű dolog, a világ egy jó része dohányzik. Ami annyit jelent, hogy tudják azt, hogy ez nem jó. És vannak olyanok, akik kifejezetten dohánycikkekkel kereskednek. Pedig tudják, hogy ez ártalmas az ember szervezetére. Érted? De ő azzal kereskedik. És akkor csodálkozik, hogy az élete tele van problémával. Lehet, hogy anyagilag nincs. Csak a problémák nem csak anyagi területen jelentkeznek, hanem jelentkezhetnek családi probléma területén, vagy betegség, vagy baleset területén jelentkezhetnek. És az illető az nem tudja azt, hogy nem kellene neki ártalmas cselekedeteket tenni, például mondjuk dohányt árulnia, mert azzal a dohányzást segíti. Vagy dohányt gyártani mondjuk egy cégnek, egy dohánygyárnak, és a tulajdonosnak természetesen. És akkor most egyszerű dolgot, de gondoljátok végig, tudjuk jól, hogy egy kábítószer mennyire rombolja az embernek nem csak a testét, hanem gyakorlatilag a tudatát is. A tudatát. És mégis emberek forgalmazzák. Sőt, létrehozzák, legyártják, és utána forgalmazzák a kábítószereket. Érted? Tehát, na most, de nem tudják az emberek azt sem, hogy minden ártó tettnek következménye van az életben. Minden ártó tettnek. És
ebben az életben van következmény, már nem a 300 évvel ezelőtt élünk, ahol azt mondták, hogy most elkövettél ebben az életben ártótettet, nem baj, majd a következőben levezeklet. Mert ugye akkor még így volt. Most már úgy van, valaki ebben az életben elkövet egy ártótettet, neki ebben az életben kell azt levezekelnie. Ha nem csinálja, semmi gond. Utána megbeszélik vele a létközi állapotban, mikor már nincs jelen az ego, mert az ego a testhez kapcsolódik, tehát akkor már, mikor testen kívüli állapotban vagyunk, már lehet velünk beszélni, oké? Mert egótlanok vagyunk, mert az a test, az ego az a test, és akkor megbeszélik, hogy nézd meg, ezeket elkövetted, ezért a következő életedben ilyen nehezített életet kapsz. Hogy megtapasztald azoknak a következményeit magadon, amit te követtél el. Világos ez? Na most ezzel a fajta működéssel gondold meg, hogy lehetne eljutni mondjuk egy olyan állapotba, amiért lelettünk teremtve, mint lelkek. Amiért teremtve lettünk. Tehát hogy jutunk el oda, hogy képesek legyünk mondjuk anyagot teremteni. Vagy képesek legyünk úgy működni, ahogy egy teremtőnek működnie kell. Mert ugye mondjuk átlagosan van rá 80 évünk. És ebben a 80 évben mindenféle ártásokat elkövetünk. Na most megkérdezem tőletek, az kinek a felelőssége, hogy valaki szellemileg fejlődik vagy nem fejlődik? Hangosabban? Saját magának a felelőssége, nem? Tehát onnantól kezdve valaki felvállalja azt, hogy nem akar fejlődni, semmi gond, akkor majd a következő életében szenvedések véget újra próbálkozhat. Mert hogy te az előző életedben szenvedtél, az biztos. És ezért van az, ha megnézzük, és ez az igazságos, hogy van, aki beszületik olyan helyre, olyan családba, ahol jó mintát lát, jó dolgokat tanul, érted? A másik meg beszületik sok ennek az ellentétébe. Miért? Vagy például nézd meg, hogy miért születik valaki mondjuk sérülten. Érted? Mondjuk úgy, hogy egész életében gondozásra szorul. Előző élet következménye. Oké, és most a leszületésekről beszélek. Tehát nem az, hogy utána az életében mi történik, nem, nem arról van szó. Hanem arról, hogy hogy született le? Hova született be? Milyen körülmények közé, milyen szülők közé született be? Ezt te választottad ki, nyilván segítséggel. De nincs ego a létközi állapotban, érted? Hanem elfogadás van a létközi állapotban. Na most itt a Földön, hogy állsz az elfogadással? Tudom, hogy rosszul. Semmi gond, mert ha majd elhalálozol, akkor majd megtapasztalod, milyen az elfogadás. Oké. De jobb lenne talán itt megtapasztalni, nem? Mert nem mindegy, hogy a majd a léten túli állapotban, tehát a létközi állapotban milyen tárgyalási pozícióból indulsz ki. Gondold végig, egyáltalán nem mindegy. És az embereknek ezekről halvány fogalmuk nincs, hogy ez hogy működik. Mondom, halvány fogalmuk nincs. Tehát itt átadunk az emberek számára mindent, ami ahhoz kell,
hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Erre én feltettem az életem, és ezt mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. Egyedül nem, veletek. Oké, és ebbe aki partner, partner, aki nem, az meg úgy járt. Ennyi. Tudjátok hány embert ismerek? Aki nemet mondott és kivonták a forgalomból? Már nem ismerem, mert meghalt. Ismertem. Fogták és kivonták a forgalomból. Ennyi. Az mit jelent? Meghalt. Még szerencsés volt neki, hogyha nem szenvedett, érted? Vagy csak rövid ideig szenvedett. Tehát nem babra megy a játék. A bolygó az egy kísérletben volt benne 2012. december 22-ig, akkor volt a lejárat ennek a kísérletnek. Csak azért hagyták, hogy még legyen pár évünk onnantól, hát mennyi, két évtized gyakorlatilag, mert sok a jó ember a bolygón. Oké? És képesek lennének azt megcsinálni, hogy ez, vagy képesek lennénk ezt megcsinálni, hogy ez, hogy itt aranykor lehessen. Tehát én nem azt, bocs, ugatom, hogy hát majd jönnek a fentiek, és itt rendbe raknak dolgokat. Vagy jönnek majd a földön kívülek, vagy majd imádkozunk, és a bolygó rezgése majd megemelkedik magától, csak a simán az imától. Hát régen többen imádkoztak, mint most, aztán mégsem emelkedett meg a bolygó rezgése. Mert ugye több hívő volt a lakosság létszámához képest. Tehát itt egyetlen egy dolog van. Ugye? Hogy van az a mondás? Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Így van. Tehát nincs segítség, ha ők nem segít. Tehát, hogyha mi nem teszünk, érted? És a segítség az mentális segítség, nem fizikai. De fizikai segítség is van. Tudod, milyen fizikai segítség van? Hagyják az elnyomókat, hogy elnyomjanak benneteket. És az emberek mennek lefele hangulatban, és egyszer csak megcsömörlenek az anyagtól, és ráébrednek arra, hogy az anyagban nincs megoldás. Hogy valami más kell, olyan dolog, ami nem kézzel fogható. És a legtöbb ember valami trauma hatására válik szellemiséggé. Én nem így váltam, ezt csak úgy mondanám, de a legtöbb ember így válik szellemiséggé. Tehát úgy indul el azon az úton, hogy valami trauma érte. És ezt tudják odafönt. Oké? És ezért hagyják, hogy az elnyomás az fokozódjon. Meg majd hagyják azt, hogy legyen gazdasági válság, meg stb. Stb. Oké? Hagyják, hogy az emberek eladósodjanak, majd elszegényedjenek az adósságuk miatt. Mert ugye egy ember, van egy mondás, egy másik mondás, hogyha több az adósságod, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom megérénél. Tehát ugye szépen hagyják, hogy az emberek lejussanak a gödörbe, és utána onnan már csak egy kiút van fölfele. Hát vagy magára borítja a földet, tudod, ezt ennyi. Hát ez a két út van, nincs más. Tehát vagy kimászik, vagy a földet magára borítja. Na szóval lényeg az, hogy egyetlen lehetőségünk van. Tehát azok a személyek, akik létrehozzák az aranykort, azok ezen a bolygón élhetnek tovább. Ha ezt megcsináljuk természetesen. Hogy? Egy átmeneti időszakban, amit úgy hívnak, hogy aranykor, és az aranykorban megmutatom, hogy hova fognak az emberek följutni. Tehát az emberek számára a PP az utolsó esély. Az azt jelenti, hogy nem fogsz utána meghalni, mert valószínűleg ugye sokan még szenvedni is fognak utána, ha hagyják a PPH-t. Az utolsó esély azt jelenti, hogy nem kapsz másik esélyt. Nincs másik esély. Ha vannak a vallások, aztán mintha elvágták volna. Érted?
De a vallásoknál van, én ismerek egy csomó olyan vallást, ahol elsősorban a pénz számít. Érted? Tehát az a vallás a pénzre alapul. Ez például római katolikus egyház. Hogy ne menjünk messzire. Mint a világ egyik legnagyobb egyháza. Oké? Bár én ugye római egy katolikusnak vagyok keresztelve, de ami igaz, akkor is igaz. Az aranykor csak az kerülhet be, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a hatodik lelki szinten önzetlenül együttműködni másokkal, mert meglátjuk mindjárt melyik a hatodik lelki szint. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. A tapasztalatok elsajátítása saját csapat nélkül nem lehetséges. Tehát ez nem megy magányosan. Nem lehet fejlődni, lelkileg fejlődni magányosan csak egy bizonyos szintig. Nem lehet tovább. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. A fentiek szerint 2035-ig ezt szándékosan együtt létre kell hozni. Tehát nem véletlen alapján, hanem szándékosan kell megcsinálni. Aki ki akar maradni, az nem éli meg az aranykort. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Egy fontos teremtői üzenet, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásába részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Az élet és ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Ez nem érdekes? A lelki fejlődésnek van 7 szintje. Megnézed, az emberek nagy része ezen a 2 szinten él. Egyesek, akik már legalább valahova tartoznak, azok már lehet, hogy megélik a 3. lelki szintet. De ugye mit mondtam az imént? Ahhoz, hogy valaki aranykorba juthasson, legalább a 6. lelki szintre kell felkerülnie. A 6. lelki szint az a küldetés szintje. Küldetés szintjén kerülhetnek be az emberek az aranykorba. Valahova tartozás az azt jelenti, hogy valahova tartozunk, de még nincs saját csapatunk. A 4.-5. lelki szintet az élheti meg, aki létrehoz egy saját csapatot. Ez nem gond nálunk, mert ezt tanítjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát ez az egyetlen olyan képzés, olyan tudásátadó szervezet, ahol neked vagy bárkinek lehet saját csapata. Ezt egy vallásban nem tudod megcsinálni. Semmilyen vallásban nem tudod megcsinálni. Világos ez? Ez az egyetlen hely. Tehát vallások adnak át tudást, és mintha utána elvágták volna, mi vagy utána ott vagyunk mi, illetve hát többet tudunk, mint a vallások, mindegy. Lényeg az, de nem szervezhet saját csapatot. Na most, ha nem szervez az ember saját csapatot, akkor ugyan már az aranykorra hogy fog úgy együttműködni emberekkel, hogy teljesen önzetlenül. Jó kérdés, nem? Hát az önzetlenséget másokkal való együttműködéssel lehet elérni. Oké? Sehogy másként nem lehet elérni. És másokkal való együttműködés az azt jelenti, hogy képes volt saját csapatot létrehozni. Tehát az emberek hallgatnak rá. Világos ez? Most ebből a szempontból, hogy az mekkora csapat, most ez részletkérdés. Nem ez a lényeg,
hanem az, hogy képes legyen az ember szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal önzetlenül. Oké? És az aranykor egy átmeneti időszak is. Tehát egy átmeneti időszak csak. Ugyanis egy magasabb létformába kell bejutnunk. Ami azt jelenti, hogy teremtővé kell válni. Érted? Tehát a lelkednek teremtővé kell válni. És az aranykor ennek a középiskolája, vagy valamilyen iskolája, mert most, ahol vagyunk a Föld, ez egy óvoda. Nem vicc, komoly, ez egy óvoda. Tessék? Nem maradjunk az óvodába. Jó, tehát óvoda, és az iskola az aranykor. És utána az azt jelenti, hogy most gondolj bele, beszülettél egy csecsemő testbe. Ha az előző életi tudásoddal születtél volna bele abba a csecsemő testbe, akkor megőrültél volna benne. Hát most ha ezzel a tudással, ami most van az életedben, beszületnél egy csecsemő testbe, a tehetetlenségbe beleőrülnél. Hát éveken keresztüli tehetetlenség van. Rosszabb, mint egy börtön. Sokkal. Hát ezért törölték mindenkinek a tudatát, mert különben beleőrült volna a tehetetlen testébe, érted? Tehát a börtönben legalább van mozgástered. Egy csecsemő testbe semmi mozgástere nincs az embernek, gondold vele. Úgy bírja ki, hogy nulla tudása van. Érted? Ezért, amikor az ember felkerül majd a teremtői létformába, az azt jelenti, hogy a beteljesülés szintje után, na akkor lesz képes arra, hogy egy olyan testbe kerüljön bele, ami már felnőtt. Nem egy idős, de túl van a gyerekkoron. Tehát mai értelemben vett 21 éves. Oké? Na most egy 21 éves testben már bele lehet születni, ott, vagy bele lehet kerülni, ott már nincs börtön. És egy olyan fajta működésbe, ahol az ember kiléphet a testéből. Amikor akar. Hát de akkor már nem embernek hívják. Jó? De a lelkünk az ugyanaz. Csak képes szeretetben, békében, boldogságban, feltétel nélkül együttműködést végrehajtani. Oké? És akkor vannak olyanok, akik választhatnak. Mindenki választhat. Van, aki azt választja, hogy én nem a fentre akar kerülni, hanem a lentre. Csak azért jó, ha tudjuk, hogy az etikátlan létforma az nem ad szabadságot. Nincs szabadság. Csak az etikus létforma ad szabadságot. Tehát bármilyen etikátlanságot elkövet az ember, az etikátlanságának a rabja lesz. Na most, mi különbözteti meg a fenti létformát a lenti létformáról? Hogy ott fent van szabad akarat, érted? Lent meg nincs szabad akarat. Ez a különbség. Tehát mondhatnánk azt, hogy az egy diktatórikus működés, az meg egy hierarchikus működés. Mert nem demokrácia, meg nem egyéb liberalizmus, meg ilyen létforma, hanem ez egy hierarchikus létforma. Tehát mindenki tudja, hogy hol a helye, és annak megfelelően teszi a dolgát. De mégis szabadon teszi a dolgát. Lent nincs szabadság. Minden diktatórikusan meg van határozva. Tehát nézd meg a diktatúrákat. Aki megélte valamilyen szinten, ugye az még jobban tudja, de
tanultuk ugye a történelem oktatás során, hogy milyenek a diktatúrák, ott nincs szabadság. A szabadságot látszólagos. És minél keményebb, diktatórikus a vezető, annál rabszolgább a társadalom. No szóval, hát gondolkozz el azon, hogy te mit szeretnél. Hát meg gondolkozz el azon, hogy most itt van egy lehetőség az életünkre nézve. Soha az emberiség számára, ennek az emberiség, erről az emberiségről beszélek, mondjuk az elmúlt 15 ezer évről, az elmúlt 15 ezer évben soha nem volt olyan lehetőség, hogy tömegesen válhattak volna szellemiségé az emberek, mert ez már a szellemiség szintje. Tehát szellemiségé az emberek. Soha ilyen nem volt. Egyesek feljutottak ide, de az emberiség létszámához képest nagyon kevesen. Ezért nem is volt nagy az emberiség lélekszáma sok ezer éven keresztül. Mert kevés lélek volt itt a bolygón. És azért szaporodtunk meg ilyen mértékben, mert küldték a lelkeket, hogy hozzák létre az aranykort, és közben a lelkek meg belesüppettek az anyagba. Hát nézd meg, a legtöbb embernek a legfontosabb az anyag. Mert minden az anyag körül forog. Tehát az anyagra szükség van, tehát nem zárható ki az életünkből. Nem az a legfontosabb dolog. Én foglalkoztam anyaggal, nem keveset. Pénzügyi területen 3 piacvezetői pozíciót értünk el a vezetésem alatt. Tehát tudom, mi az, hogy anyag, tudom, hogy mi az, hogy pénz, stb. Stb. Jobban, mint a legtöbb ember, ez biztos. És mégsem a pénz, tehát mégsem a pénz és az anyag az, ami motivál. Mert rájöttem arra, hogy nem az a lényeg. Tehát a szellemünkkel sokkal fontosabb dolgokat tudunk elérni. Sőt, sokkal könnyebben érhetünk el dolgokat a szellemünkkel. Ha jó szellemű az ember, feltéve persze. És ha jó ügyet szolgál, természetesen. Nos, hála Istennek, én nekem a pénzügyi területen is, amit csináltam, az gyakorlatilag jó ügyet szolgált. Végig jó ügyet szolgált. Mert mikor elkezdett nem jó ügyet szolgálni, rögtön abba hagytam, és belefogtam egy másikba. Tehát most gondoljátok végig, kinek az előnyét szolgálja az, hogyha valaki képes arra, hogy mondjuk ezeken a területeken jól működjön. Tehát jól működjön önmagával kapcsolatban, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, munkájával, pénzzel, környezettel, hatóságokkal, teremtőjével. Hát ha az egyén jól működik, az kinek a leginkább érdeke? Hát az övé, nem? Ezért mindenkinek választási lehetősége van, éli tovább úgy, ahogy akarja az életét, mint eddig, vagy fejlődik és úgy éli tovább az életét. Olyan fejlődéseket látunk, hála Istennek, amit előtte sose. Soha semmilyen formában nem láttam. Persze számít, hogy valakinek van csapata, vagy nincs csapata, mert ha nincs csapata, akkor csak egy bizonyos szintig szoktak fejlődni az emberek, de tudnak csapat nélkül is fejlődni, csak egy bizonyos szint után már nem tudnak tovább. Hát ugye visszamegyünk, föl lehet jutni a harmadik lelki szintbe. Hát mennyivel jobb, mint az egyes, gondold végig. Azért az jó. De van még utána két lelki szint. És ezt az emberek meg tudják itt csinálni. Politikai és vallási semlegességgel természetesen. És azt adunk át az embereknek, amire nekik szükségük van. Most mondok példát. Valaki mondjuk interneten nézi az előadást. Élőben. Ugye most élőben a legtávolabbi pont a bolygón az Új-Zéland. Ezt nézd meg, világ
túlsó fele. Abszolút, legtávolabbi pont. A világ különböző pontjain nézik élőben az előadást, és föltesz egy kérdést magában, és akkor tőlem itt megkapja a választ. Nem érdekes? És ilyen rendszeresen van az embereknél. És rendszeresen beszámolnak ilyenről, hogy föltett egy kérdést, és akkor az előadásban választ kapott róla. No szóval, pedig nincsenek itt, a föld túloldalán akár, vagy tengeren túlon, vagy óceánon túlon vannak. Vagy amikor például valakinek segítesz, és helyre jön az élete. Tudod, milyen jó érzés? Semmit nem tapasztaltam az életben, ami ilyen jó érzés lenne. Vagy amikor valaki elindul nagyon mélyről, és neked köszönhetően följebb jön, jóval, fölemelkedik. Tudod? És beszámol arról, hogy másoknak, hogy honnan indult, és kinek köszönheti. Tudod, milyen jó érzés? Na most például most a egy héttel ezelőtt, pont egy héttel ezelőtt volt nekünk egy országos, illetve nemzetközi szemináriumunk, mert még Angliából is jöttek, és ott voltak ugye a bizonyítvány meg a diplomaosztások, ugye coach képzés, az egy szakma egyébként, tehát még egy szakmát is adunk az embereknek tanulás közben. És ugye ki voltak osztva a bizonyítványok, és mindenkinek föl lettek téve ugyanazok a kérdések. Ugye és mindenki elmondhatta, hogy tehát mi az, amit itt kapott ettől a tudástól. És ugye ott hallottatok olyanokat, akik beszéltek arról, hogy melyik csoportban van a nagy csoporton belül, és azon belül, hogy kik voltak azok a személyek, akiknek ők sokat köszönhetnek. Tehát itt nem csak arról szól a történet, hogy én segítek embereknek, hanem arról, hogy akiknek csoportjuk van, azok is segítenek a saját embereiknek. És amikor tényleg úgy tudsz embereknek segíteni, hogy neked köszönik a segítséget, az neked lesz egy nagyon jó érzés. Érted? És olyan jó ezeket hallani, mikor én legszívesebben fölálltam volna, és oda szaladtam volna a csoportvezetőkhöz, és mondtam volna nekik, csak hát ugye közben nem lehet, de a végén mondtam. Na, látod, ezért érdemes élni. Érted? Tehát én sok eredményt értem el az életemben ilyen-olyan dolgokban. Ugye például a szakmámban is mester voltam. Tehát már onnantól kezdve, tehát mestervizsgát tett szakember. De ilyen érzések sehol nem voltak, mint ami itt van. És amit látok, hogy ugye én 91-től kezdtem el dolgozni csapatban. És úgy, hogy saját szervezésű csapatom volt. És a mostani csapat, akármilyen hihetetlen, nem hasonlítható össze azzal a csapattal, ami előző szolgáltatások vagy tevékenységekben volt. Nem hasonlítható össze. Miért? Mert ti szellemi emberek vagytok. És egész más minőség, mint az anyagba zárt emberek. Értitek? Tehát sokkal jobb emberek a szellemi emberek. Sőt, ha megnézitek, ezzel kapcsolatban konkrét felmérés. Már a vallásos emberek is sokkal etikusabbak, mint a nem vallásosak. Na most akkor gondold végig, hogy a szellemi emberek azok mennyivel etikusabbak, mint a nem szellemi emberek. Tehát ez így működik, hogyha az ember a szellemi fejlődést válassza, akkor sokkal etikusabb emberek közé kerül. És jobb emberektől jobb dolgokat tud elsajátítani, eltanulni. Mint az, aki olyan társaságban van, ahol
Mert tőle a legfontosabb a pénz, és a pénz miatt átgázolnak embereken. Mert ugye ezt látni jellemzően. Mindegy, hogy hazudik, vagy bármit csinál, mindegy, akkor is. A pénzért megcsinálja, érted? És nem sejti azt, hogy nem a következő életben fogja azt megszenvedni, azokat a hazugságokat, vagy azokat az ártó tetteket, hanem ebbe az életébe. Ő neki lesz egy halál pillanata, és lesz egy halál előtti állapot. Egy halál előtti időszak. És ez a halál előtti időszak, ez lehet akár több éves szenvedés. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember ebben az életében mit tesz és mit akar tenni. Persze hiba, ember az hibázik. Tehát hiba nélkül ember nincs. De nem mindegy, hogy mennyit hibázunk. Ez sem mindegy. Oké? Mert a hibázásunknak is következménye van. Tehát egy ember mikor hibázik, akkor azt a hibázásból tanulnia kellene, kijavítani a hibát, vagy ha már nem tudja avval a személlyel kijavítani a hibát, akkor le kellene vezekelni a hibát. De a, nem, a vezeklés az nem az ostorozás, meg a szenvedés, hanem tudod mi a vezeklés? Az igazi vezeklés. Tehát mikor egy ember vezekel, akkor a saját tapasztalatából tanulva, saját tapasztalatából tanulva, okulva, kibővítve az ismereteit, segít másoknak, hogy ugyanazt a hibát ne kövesse el. Nem egy embernek, másoknak. És akkor is egy időtartam, mire levezekli annak az ártótettnek a súlyát. Na most azért úgy megkérdezném, hogy csapat nélkül nem annyira könnyű ez szerintem, de te hogy gondolod? Mert mindenki jelentkezik nálad a rokoni és a baráti köredben, hogy tessék, itt vagyok, szellemileg fejlesz. Hát nem hiszem. Nem hiszem. Ugye a rokoni baráti körben úgy gondolják az emberek, hogy együtt őriztetek libát. De legalább egy tányérból cseresznyéztetek. No, hát körülbelül ennyi fért bele az első részbe. Ha bármi kérdésed merülne fel, vagy merült volna fel, akkor nézz körül a weboldalunkon, keresd a vezetődet, vagy azt a személyt, aki behozott a PPH-ba. PP azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding, tehát ilyen holding-szerűen működünk. És ha nem tudod, hogy ki az a személy, aki nek a csoportjába tartozol, akkor az irodánkat felkeresve választ kapsz erre, hogy kihez tartozol. És segít abban, hogyha valami információhiányod van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást és szép napot kívánok mindenkinek. Találkozunk 20 perc szünet után a szervezetvezető kócsképzésen. Jó szünetet mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!